A Tudomány Napja alkalmából szervezett ünnepi közgyűlést a Metesz szabolcs szatmár megyei Egyesülete. A szervezet több mint 50 éve képviseli a gazdasági, műszaki, illetve természettudományos területen dolgozó szakemberek érdekeit, többek között azzal, hogy különböző képzéseket szervez számukra. A Nagymúltú Egyesület több mint 30 éve kabai díjjal jutalmazza a megyében tevékenykedő szakembereket. Idén Doktor Virág Margit hidrogeológus és Domokos Er István vehette át az elismerést. A megyei szervezet taggyűlése idéli oda a díjat minden évben, ez így évvége november 30-ai határidővel. A megyei közgyűlés hagyja jóvá az egyesület, illetve az egyesület tagjainak a felterjesztését, és azok a tagok jöhetnek számításba, akik több évtizedes munkájukkal tevékenykedtek természettudományi illetve közgazdasági területen. Az ünnepi közgyűlésen dr. Papcsaba a megyei önkormányzat jegyzője a megyei fejlesztési stratégiáról, a társadalmasítás fontosságáról tartott előadást. A megyei önkormányzat idestovan két éve intézményfenntartóból területfejlesztő megyévé alakult át. Nagyon fontos, hogy a területi tervezés során a partnerség jegyében bevonjuk a vállalkozókat, az önkormányzatokat és nem utolsó sorban a civil szervezeteket is. Nagyon fontos a számunkra, hogy az ilyen civil kezdeményezéseknél, mint a mai is, tudjuk ismertetni a megyei területfejlesztési koncepciónkat és a formálódó stratégiát és operatív programunkat, amelyet a pont a tegnapi napon fogadott el a közgyűlés. A Metesz szabolcs már bereg megyei egyesülete 51 éve alakult, idén májusig tagszervezetként működött, jelenleg azonban már önálló egyesületként végzi értékteremtő, értékmentő tevékenységét.